Nagyon sok embert hagytam cserben, sokaknak okoztam csalódást. Úgy éreztem, nem érdemes tovább élnem. 48 éves korában Matthew vállalkozása és a házassága is a csőd szélére jutott. Az ital volt az egyetlen vigasza. Függő voltam, minden éjjel, minden hétvégén, minden nap ittam. Matthew szerető családban nőtt fel. A szülei hithű keresztények voltak. Mind otthon, mind a gyülekezetben azt tanulta, az elfogadás abból fakad, ha az ember azt teszi, amit elvárnak tőle. Többek között, hogy 13 éves korában átadja az életét Jézusnak. Amikor egy úriember odalép és azt mondja, fiam, itt az ideje, hogy átad az életet Krisztusnak, akkor nincs mit tenni. Emiatt nem értette meg Isten iránta érzett szeretetét. Úgy éreztem, hogy Isten meg fog büntetni, vagy a pokolba jutok, ha nem így teszek. Emiatt féltem Istentől. Az egyetlen terület, ahol úgy érezte, elfogadják, a sport volt. Sztár sportolóként a középiskolában a csapattársai, edzői és szurkolói tiszteletét és csodálatát élvezte. A csúcson éreztem magam. Barátaim voltak és a srácokkal, akikkel felnőttem, együtt gyakoroltunk és játszottunk. Mindig alapembere voltam a csapatnak, én irányítottam őket, vagyis a figyelem középpontjában voltam, és sokan hallgattak rám. Remélte, hogy a főiskolán kosárlabdázhat, azonban egy súlyos középiskolai bokatörés miatt nem volt esélye komoly szinten játszani. A sport volt az életem, de amikor ennek vége szakadt, teljesen elveszítettem az önértékelésemet. A főiskolára már így érkeztem, ezért teljesen elveszettnek éreztem magam. És a bulizó társaságokhoz sodródtam, akik mindig a sörös csap körül áldogáltak, és csinos lányok vették őket körül. Elkezdtem inni, hogy beilleszkedjek. Nem csupán azért, hogy elfogadjanak. Teljesen kizártam Istent. Amikor a lelkiismeretemet elnémítottam, felszabadultnak éreztem magam. Egy év után kiesett a főiskoláról. Az ezt követő 4 évet különböző munkákkal töltötte, többek közt portásként. Hétvégenként bulizott. Semmit sem értékeltem. Akkoriban teljesen félretettem Istent. Eszembe se jutott imádkozni. Egyszerűen nem kerestem többé Istent, mert miért is szeretne ő engem ebben az állapotban? Így biztos nem kellek neki. Miután belefáradt, hogy az élete sem erre sem tart, visszament a főiskolára és csontkovácsnak tanult. Megnősült és gyermekei születtek. A fellegekben jártam. Portásból csontkovács lettem, és mindezt Isten nélkül értem el. Az önértékelésem nőni kezdett, ahogy képes lettem segíteni másoknak. Egy nagy lökést adott az egómnak, hogy látható értékek jelentek meg az életemben. Semmi nem tudott letörni. Magabiztos lettem. Praxisa évekig virágzott, egészen a 2008-as gazdasági válságig. Amikor a napi 45-50 páciens helyett 15-20 érkezik, ez nagy érvágás. Elkezdtem többet inni. Emiatt viszont veszélybe került a házasságom. Ahogy a komoly anyagi problémák próbára tették a házasságát, elhanyagolva érezte magát, és egy másik nőnél keresett vigaszt a közösségi médián, illetve SMS-eken keresztül. Jót tett az önértékelésemnek, és csiklandozta az egómat. Az a hölgy pedig gyógyszer volt, amire úgy éreztem, hogy sebeim gyógyulásához szükségem van rá. Néhány év múlva, amikor ez a kapcsolata véget ért, Matthew úgy érezte, teljesen egyedül maradt. Egy éjjel 2014-ben baseball meccset nézett, közben megivott egy egész üveg likőrt. Elérte önmaga határát, és tudta, hogy kit hibáztasson. Dühös voltam Istenre, hogy hagyta az életemet eljutni arra pontra, ahol nem éreztem, hogy bármi értelme lenne élnem. De akkor olyan tisztán, ahogy most mi beszélgetünk. Azt mondta, hogy hogyan segíthetnék, amikor folyamatosan semmibe veszel engem. Tudtam, hogy ez Isten volt. Olyan mélyen megérintett, ahogy még soha semmi. El se tudom mondani, milyen érzés fogott el. Matthew felfigyelt egy könyvre az asztalon, amely mintha fény lett volna. Olyan emberekről szólt, akiknek az élete nehéz helyzetbe került, és Isten volt nekik a válasz. Amint elkezdte olvasni, rájött, hogy Isten mindvégig mellette volt, és nagyon szereti.
mintha a testem minden pórusából könnyeztem volna. Elkezdtem megtisztulni, ahogy a könyvet olvastam. Azonnal átadtam Krisztusnak az életem. Uram, bocsáss meg minden bűnömet. Tudom, hogy amit ezekben az években tettem, az rossz volt. Nagyon hálás vagyok, hogy engem választottál. Nem hagytál el, ahogy gondoltam. Abba hagyta az ivást, és elkezdett gyülekezetbe járni egy barátjával. Mindannyian egy célért dolgozunk, azért, hogy Jézus Krisztus legyen az első és az életünk központja. Idővel a vállalkozása újra sikeres lett. Bár csalódott, hogy a házassága véget ért, szoros kapcsolatban maradt négy fiával. Ma már képes úgy látni magát, ahogy Isten. Egy könyvet is írt az életéről. Bár én elhagytam Isten, de ő szeret engem, és soha nem hagyott el. És már teljesen új ember vagyok.